kétféle embert ismerek, az egyik gyakorló harcművészeteket, a másik meg nem, a másikat nem értem. Amikor lemegyek a dojóba és elindul az edzés, addig a pontig, hogy nincs vége az edzésnek, én semmi másra nem gondolok, csak arra, hogy ott vagyok edzésen. Sengoku fighting, like this, that's a very, this mistake, error come. That's the time, close off, like this, bow and arrow come, bow, wide place, move, that's a will stop. A kutakeze szamuráj harcművészetek, azok ráépülnek a fegyveres technikákra. 1999-ben kimentem a honból. Minden este edzés, és akkor minden reggel, amikor fölkeltem a közeli parkba, az előző este elsajátított vagy megismert dolgokat, próbáltam mélyíteni, gyakorolni. Kitartó szorgos munka, az előbb-utóbb meg kell, hogy hozza maga gyümölcsét. Nagyon fontos az, hogy a dojóban megszerzett tapasztalatokat és tudásokat kamatoztassa az ember a hétköznapi életében. Amikor a technika elején, illetve az edzés elején meghagyunk, az azt jelenti, hogy megköszönjük, hogy szánk ránk időt, illetve hogy segít minket a fejlődésben. Looking 110 practice with a dojo member, success. And you okay? One third, one mistake or more, dangerous. Nem csak a stílus kellett megtanuljam, hanem meg kellett tanuljam azt is, hogy hogyan él egy japán ember, aki Japánban nőtt föl, egy nagyon vonalas családban, és tartja a japán tradíciókat, annak ellenére, hogy ő akkor már több mint 20 éve Los Angelesben él. Nem a saját testrészeinkkel dolgozunk, hanem egy karddal, emiatt sokkal nehezebb összerakni az embernek a mozgását, sokkal jobban megtanul koncentrálni. A shinkendónak az alaptechnikái viszonylag egyszerűek, mégis nagyon-nagyon sok idő és nagyon-nagyon sok csiszolást igényelnek, amíg az ember be tudja fejezni. A vágás technikákon egész pici dolgokkal, egy lábtartással vagy egy testsúly áthelyezéssel milyen sokat lehet változtatni. Ettől az egész vágás technika sorozat, illetve a koncepciója a védekezésnek, a támadásnak megváltozik. Az, hogy átadhatod a tudásodat valakinek, az egy nagyon jó dolog. Szerintem egy szuper érzés, amikor látod, hogy már magabiztosan megy, magabiztosan forgatja a kardot. Egy csatamezőn a szamuráj felfegyverkezve küzdött. Előfordult nem is egyszer, hogy elvesztették a fegyvereiket. Meg kellett tanulni azt, hogy el kell venni a másiktól az eszközt azért, hogy túléljen. Azt mondta a sensei, hogy a néhány barátom vagy ismerősöm, aki ez iránt érdeklődik, velük kezdjünk el privátban edzeni Magyarországon, gyakorolgassuk azt, amit én ott kint tanultam egy hét alatt.